Hat embert letartóztattak, miután zavargások voltak az izraeli arab városban Lodban, közölte vasárnap az izraeli rendőrség. Robbanó és lőszereket is lefoglaltak, a közlemény szerint az izraeli településeken folytatódtak a rendőri műveletek és akciók megelőzési céllal, illetve az incidensekre való reagálás jegyében. Az izrael és a gázai szélsőséges iszlamista szervezetek közötti rakéta háború hétfőn kezdődött, miután Jeruzsálemben palesztinok és izraeli biztonságiak csaptak össze az Al-Aqsa mecsetnél. Már egy hete tart ez az egész, olyan, mint egy háború. A 12 éves gyerekemmel kell aludnom, mert egyedül fél aludni, mondja ez a lodi férfi. A közel egy hete tartó rakétaháborúnak civil áldozatai is vannak. A zsidó és arab közösségek közötti erőszakos cselekmények ellen egy csoport közös énekléssel tiltakozott az Izrael északi részén lévő Jis városában.